újrakezdés bátorságáról szól, amit kivetítve olvashattatok és hallhattunk együtt. A hallott igerészlet az egyiptomi kivonulásból való és a pusztai vándorlás megkezdése előtt történt. A Sínai hegy alatt táborozik a nép, megkapták a 10 parancsolatot a 2 kőtáblán, de első nekifutásra a 2 legelső parancsolatot, ami arról szól, hogy ne legyen más Istened rajtam kívül, és hogy ne ábrázolt ki az Istent, rögtön megszegték az aranyborjú szoborral. Néztem az olimpián a 110 méteres gátfutást, és kegyetlen volt, hogy amikor 4 év vagy 3 év felkészülés után jó pár versenyző az első gátat rögtön felrúgta. Ki is estek a versenyből. Hát a zsidó nép lendületből az első 2 parancsolatot felrúgta. 20%-os hiba elsőre, nem semmi. És Isten ekkor kijelentette, hogy így nincs értelme tovább menniük. Vissza akarta vonni Isten az áldását róluk, és azt üzente a népnek, hogy ha ti így, akkor én pedig úgy. Én bizony nem megyek veletek. Mivel megígértem, és nem feleslegesen ígérgetek, hogy el fogtok jutni az ígéret földjére, az meg fog valósulni. Tiétek lesz Kánaán. De nélkülem fogtok ott élni. Lesz országotok, de nem leszek tovább az istenetek. Lehet, hogy most azt gondoljátok, hogy biztosan örült a nép ezeknek a szavaknak, hogy de jó lesz. Lesz országunk, és nem kell majd templomba járni. De egészen más történt. Rájöttek, és ezt Mózes fogalmazta meg mindannyiuk nevében, hogy Isten nélkül nem megyünk. Belátták, hogy azokhoz a hatalmas feladatokhoz, hogy tudnélik, végig kell vonulniuk a pusztán, hogy legyőzzék az ellenséget, a nehézséget, a kihívásokat, hogy elfoglalják az országot, kevés az erejük, és kevés a bölcsességük, kevés az előrelátásuk. Ezért könyörögtek újra és újra a hitnek a bátorságával, és ezeket a szavakat mondták, hogy gyere velünk, Urunk! Mi is most egy képzeletbeli honfoglalás előtt vagyunk, mert mi más a tanév? A sokféle tudománynak a legyőzése olyan, mint egy honfoglalás. És ehhez lássuk be, hogy kevés a saját bölcsességünk és kevés a saját erőnk. Hogy fogunk mindennek megfelelni, ami új törvény, új szabályok, kimeneti vizsga, kompetenciamérés és versenyek formájában jelenik meg majd a tanévben, hogy közben azért legyenek a diákjainknak szép gyermekkoruk, és hogy legyen meghitt családi élménye. Szinte megoldhatatlan problémának tűnik